Sziasztok, Krisztián vagyok, és ez itt a Kriptomókus NFT YouTube csatorna. Ma egy olyan gaming NFT metaverzum projektet szeretnék megmutatni, ami így már a kriptoközösségben eléggé elterjedt és elismert, és ez a projekt nem más, mint a Sandbox. Lehet, hogy hallottatok már a Sandboxról, de hogyha nem, akkor szívesen elmondom, hogy ez az egyik legnagyobb metaverzum gaming NFT projekt, ami jelenleg létezik, és nagyon ígéretesnek tűnik az egész, és ugye az egész kriptovilág még így egészen új, és ezek a projektek is mind újak, és így néha, ha keresünk ilyen projekteket, akkor nem tudjuk, hogy most mennyire biztonságos ide befektetni, mennyire biztonságos ilyen projektekkel foglalkozni. Itt én azt szoktam csinálni, hogy így a kriptó már eleve ugye egy olyan eszköz, egy olyan befektetés, ami nagyon-nagyon-nagyon rizikós. Mindenképpen csak olyan pénzzel szabad ide befektetni, amit nem sajnál az ember. De kriptókon belül is ugye vannak biztonságosabb befektetések, mint például a Bitcoin és az Ethereum. Már itt vannak ugye évek óta, és vannak ugye kisebb, ismeretlenebb, rizikósabb projektek, amikkel úgy vagyok, hogy bedobok mondjuk 20 dolcsit, vagy 50 dolcsit, és aztán vagy zéró lesz az értéke, vagy csinál egy 100x-et. Na most a Sandbox én szerintem így a metaverzum NFT gamingbe a top első, vagy talán a második helyen található, tehát hogyha bízol ebbe az egész metaverzum narratívába és NFT-kbe, akkor a Sandbox az tényleg egy eléggé biztonságos befektetés így a kriptók világán belül. És mielőtt igazán belekezdenék, itt szeretném elmagyarázni, hogy itt kétfajta embertípust vagy befektetőtípust szeretnék megszólítani. Mindenki döntse el magának, hogy melyik kategóriába tartozik. Az egyik kategória azoknak lehet érdekes, akik simán befektetni szeretnének, akiknek van egy kis pénzük, és azt mondják, hogy a metaverzum lesz a jövő, és szeretnének ilyen fajta játékokba, kriptojátékokba fektetni. Azoknak majd a videó végén fogok mutatni egy staking lehetőséget, és amit a Sandtokennel lehet csinálni. A másik fajta típus az viszont olyanoknak is érdekes lehet ez a Sandbox, akiknek mondjuk sok idejük van, például tanulók, vagy nincsen megfelelő kezdőtőkéjük, de viszont van idejük és kedvük. Azoknak most egy olyan lehetőség van, hogy itt látjátok a háttérben, hogy zajlik ez a Alpha Season 2-nek a promója. Itt ingyen tudtok majd játszani úgynevezett tiketekért, és ezekkel a tiketekkel részt vettek majd egy sorsoláson március 31-én, amivel egy ilyen Alpha Pass-t tudtok nyerni. És ez az Alpha Pass majd lehetőséget ad nektek, hogy 500, de akár 1000 Sand tokent is tudjatok szerezni. Na de lássuk, mi is az a Sandbox igazán. Lehet, hogy a neve amúgy ismerős lesz, mert a Sandbox már elég régóta létezik. Ez egy mobilra készült ilyen háromdimenziós pixeles játék volt, kisebb-nagyobb sikerekkel. Aztán ezt 2018-ban az Animoca Brands, aki ugye az Exibe is nagyba befektetett, fölvásárolta ezt a Sandboxot, és végül is azóta fejlesztenek a blokkláncon ezt a fajta metaverzumot. És itt láthatjátok, a háttérben megy egy YouTube videó, hogy ez a játék így hogy néz ki. És végül is ez azért különleges, mert lehet, hogy ismeritek a Minecraftot is, nagyon hasonló amúgy hozzá. Grafikailag mit mondjak, nem az én stílusom, tehát én az életű játékokat szeretem, viszont ahogy nézem, és ahogy láttam már videókat róla, eléggé
élvezetes lehet a játék. És ebben a sandboxban ugye az a különleges, hogy ez nem csak egy játék, tehát nem olyan, hogy van egy sztori, és akkor végigviszed, és ennyi, hanem ez tényleg egy olyan, mint egy metaverzum, hogy van egy avatárod, van egy karaktered, mint itt láthatjuk, vannak eszközeid, tehát hogy például a kard is, amit itt használ az emberke, az is egy úgyfajta, ez egyfajta NFT, ami a tied, és bármikor Sand tokenért el tudod adni. És végül is itt az a lényeg a sandboxban, hogy bárki fejleszthet egy saját játékot. Tehát ez úgy képzeld el, hogy van egy metaverzum, van egy világ, és a világon belül vannak különfajta játékok. Mindegyik e fajta stílusban van, de van olyan, ahol karddal kell így vadászni, van olyan, ahol ugrálni kell. Itt végül is az az egyedi az egészben, hogy tényleg, ha egy kicsit tudsz programozni, vagy van fantáziád, akkor te is létrehozhatsz akár egy saját játékot. Létre lehet hozni saját NFT-ket, saját avatárokat, amiket aztán te akár el is tudsz adni. És ugye ez a sandbox, ez egy saját világ, saját metaverzum, és itt láthatjátok a térképet, hogy többfajta telkek vannak, tehát itt te, mint befektető, tudsz saját telket is venni, amint te saját játékokat tudsz csinálni, vagy akár a telket kölcsön tudod adni, tudsz egyfajta lakbért kérni. Tehát itt nagyon-nagyon sok lehetőség lesz. Amit szerettem volna még mutatni, és ami alátámasztja azt, hogy ez a sandbox igenis komoly projekt lehet, az az, hogy itt többfajta befektetők vannak már. Tehát itt láthatjátok, így a Ubisoft is vett egy nagy telket, CoinMarketCap, Binance, LuxRare, beszállt ugye az Adidas is, és a legnagyobb húzó embere ugye ennek a játéknak is nem más, mint Snoop Dogg. Snoopot ugye elég sok NFT projektekben láthatjuk. Itt is benne van. Van egy saját, ez az egész kb. Az ő birtoka, és mutatni szeretnék nektek valamit, méghozzá vannak itt ugye telkek, és minél közelebb vagy egy nagy fajta telekhez, annál értékesebb ez a telek, és ugye ezeket, amik fehérek, az azt jelenti, hogy eladóak, és múltkor láttam, hogy a Snoop Dognak egyik telke mellett egy ilyen parcellát 100 000 dollárért adtak el. Tehát ezt megnézhetjük az OpenSea-n. Ezt a telket most 100 éterért árulják, 290 000 dollár, tehát akinek megvan rá az összeg, annak hajrá. És itt mondom, valamelyik telket 25 éterért, annó 4 000 dollár volt egy éter, 100 000 dollárért vett meg valaki. A regisztráció erre az oldalra nagyon egyszerű, létezik egy referral link is. Ezt a kódot meg fogom osztani lent a leírásokba. 10%-ot kapok arra, amit itt vesztek. Regisztrálhattok Google-lel vagy Facebook-kal, de érdemes, hogyha ide beszeretnétek fektetni, vagy játszani szeretnétek, és keresni Sand tokeneket, NFT-ket venni, eladni, akkor érdemes egy MetaMask-ot telepíteni, és azon a Polygon hálózatot beállítani. Ha most neked ez minden túl sok, nem tudod, mi az a Polygon, akkor írd meg, légy szíves, kommentárba, hogy szeretnél-e egy olyan videót, ahol én ezt elmagyarázom, hogy lehet egy MetaMask web walletet csinálni, és ezen a Polygon hálózatot beállítani. Itt ugye a Sandbox azaz Ethereum hálózaton kezdett el működni, aztán ugye a nagyon magas gas fee miatt átálltak a Polygon hálózatra. Ezen a hálózaton tudtok majd stakelni is, jóval olcsóbbak ugye a tranzakciós díjak, és tényleg, hogyha szükséged van segítségre, akkor írd meg, légy szíves, kommentbe,
és megpróbálok segíteni. És akkor itt ugye láthatjátok a főoldalon, hogy március 3-án, tehát ma van 2-a, amikor felveszem ezt a videót, csütörtökön indul 3 órakor délután ez a Alpha Season 2, ahol volt egy Alpha Season 1 is decemberben, ott úgy volt, hogy csak PC-n lehetett játszani, és csak azoknak, akiknek volt egy úgynevezett Alpha Pass NFT. Tehát az első fázisban csak azok játszhattak, és azok próbálhatták ki ezt az alfa verziót, mert ez még ugye ez nem egy kész játékról van szó, hanem fejlesztésben van, és ezek úgymond ugye a Web3, vagyis a blockchain technológia arról szól, hogy végül is te birtoklod a saját eszközöket a játékaidon belül, a te telked, a te kardod, a te avatárod, és ha még nincs is kész a játék, mivel te vagy a tulajdonosa, te leszel a felhasználó, ezért megadják neked a lehetőséget, hogy te próbáld ki a játékot, és döntsél, tehát hogy beleszólhass, hogy azt mondd, hogy neked ez nem tetszik, neked az nem tetszik, és akkor így tudsz visszajelezni, hogy merre is fejlődjön a játék. Szóval ebben az első seasonben az volt, hogy egy Alpha Pass NFT-vel tudtál csak részt venni és játszani, viszont ezzel az Alpha Pass NFT-vel az volt, hogyha bizonyos küldetéseket teljesítettél, akkor kaptál érte szent tokeneket, amik, hogyha az összes 5 levelt megcsináltad, ami egyáltalán nem volt bonyolult, tehát olyan feladatok voltak, hogy menj el ide és oda, és győzz le ezt a gonoszt, és stb. Egy ilyen 1-2 óra játékkal ezt az 5 levelet el lehetett végezni, és a nyeremény 1000 cent token volt, ami még akkor, anno decemberben ilyen 7-8 dollár körül mozgott, tehát ilyen 7-8 ezer dollárt lehetett ezzel keresni. És meg szeretném mutatni nektek, hogy ez az Alpha Pass hogy nézett ki. Ez ugye egy NFT volt, ami feljogosított téged arra, hogy játszhass ezzel a Sandbox Alpha Season 1-nal. És itt látható ugye az árfolyama ennek az Alpha Season Passnak, és itt ugye decemberben indult el ez az Alpha Season, és láthatjuk, hogy az ára egy ilyen 1,8-1,9, aztán a vége felé leesett ilyen 1,3-1,6 Ethereumra. És itt hagyd tegyem hozzá, hogy ebből láthatod, hogy NFT Luffy ide vagy oda, profilképes cicák, meg mit tudom én micsodák ide vagy oda. Ennek az NFT-nek azért volt 1,8 Ethereum, vagyis kb. 6-7-8 ezer dollár értéke, mert egy óra játéknyival te tudtál vele keresni 7-8 ezer dollárt. Szóval itt is láthatod az NFT-knek tényleg a hasznosságát, és ha valaki jön és ránéz erre az NFT-re, és mondjuk 1,8 Ether volt az ára, akkor azt mondja, hogy hát de most ebben mi kerül 1,8 Etherbe, nézd meg, ilyen furcsa mozgó valami, ezért most miért adja ki 7-8 ezer dollárt. Tehát az emberek elsőre ránézésre nem látják, hogy mi az értéke mögötte, de te talán már informáltabb vagy, és tudod, hogy ezzel az Alpha Passzal te egy óra alatt 7-8 ezer dollárt tudsz megkeresni. És ennek még ma is van 0,2 Ether értéke, vagyis 626 dollár, és később látni fogod, hogy miért. És itt a háttérbe most futtatok egy videót, ahol mutatja, hogy ez hogy fog kinézni. Tehát ez volt az első passzból, hogy küldetéseket kellett teljesíteni, tehát ugorj fel oda, győzd le ezeket, és hogyha egy ilyet megcsináltál, akkor 100 szendet kaptál, vagy 200-at, és ugye ha elvégezted ezt az 5 ilyen kis feladatot, akkor te a végén 1000 szent tokent kaphattál. Most itt a Season 2
tehát a második alfa teszt ennek a sandbox játéknak. Itt most ez mindenkinek nyitott, és ezért mondtam, hogy ha olyas valaki vagy, akinek mondjuk kevés pénze van, vagy nem akar kockáztatni, vagy egyáltalán nincs pénze, akkor is itt ezen részt tudsz venni, maximum játszol egy jót, és úgynevezett tiketeket tudsz te jutalmanként kapni. Szóval március 31-ig lesz ez nyitva, és lesz időd itt játszani. Sokkal több pálya lesz, sokkal több fajta játék lesz, és minden egyes level elvégzése után te kapsz egy tiketet. Maximum 500 tiketet tudsz március 31-ig összeszerezni, és az összes tiketből lesz egy nagy sorsolás, ahol ezeket az úgymond Alpha Pass 2-ket fogják kisorsolni. Ezen kívül az 500 tiketen kívül láthatod, hogy még azok meg lesznek jutalmazva, akik már régóta itt vannak, vagy akik már ugye tevékenykedtek ezelőtt is a sandboxon, és itt mondtam azt, hogy vissza fog jönni annak a Alpha Passnak az értéke, tehát itt ez a 0,2 ez nem véletlen, hanem hogyha neked még megvan ez az NFT és nem adtad el, akkor már eleve 30 tikettel indulsz. És ugye, hogyha mondjuk veszel egy telket, akkor kapsz még plusz 40 tiketet telkenként. Ugye ez is limitálva van azért 200 tiketre maximum. És ugye itt jutalmazzák azokat is meg, akik visszajelezték, hogy milyen élményük volt a Season 1-jel, azok is kapnak még 10 tiketet. És fontos megjegyezni, hogy itt most papíron azt látom leírva, hogy 500 cent token lesz úgymond kiváltható ezzel a Alpha Pass 2-vel, és ezt nem nagyon értem, ezt a Maximum Community Boostert, hogy ez végül is rajtad múlik-e, vagy másokon, de én mindenképpen egy kis cent tokent azért stake-elnék itt a platformon, azt majd kicsit később megmutatom, hogy hogy kell. És ha ez a community booster eléri a 100%-ot, akkor még megduplázzák ezt az 500 centet, és 1000 cent tokent kaphatsz. És mint említettem, ez március 31-ig fog zajlani, azután történni fog egy sorsolás, és a sorsolás után e-mailbe fogsz értesülni arról, hogy nyertél-e vagy nem. Itt befektető szempontból is, ha azt mondod, hogy ez a sandbox nagyon ígéretes, és van egy pár ezer dollárod így befektetni, akkor vehetsz akár egy parcellát is, ami most ilyen 3,2 éter körül forog a legolcsóbb. Azzal te kapsz ugye 40 tiketet, és azzal is úgymond már is részt veszel a sorsoláson. Még itt saját tapasztalatot hagy mondjak, nekem az első seasonben sajnos nem sikerült ilyen NFT season pass-t kapni. Ott viszont más is volt az arány, én kaptam két tiketet, mert volt már annó volt nekem szendem, amit stake-eltem. Ebből a két tiketből egyik se nyert, de ott mások voltak a rációk, tehát ott ilyen mindenki azt hiszem egy vagy két tiketet kapott. Itt meg azt látom, hogy ugye maximum 500 és 30-40, tehát szerintem nagyon sok tiket fog ahhoz kelleni, hogy tényleg esélyed legyen itt nyerni. Ezért nem ajánlom például azt, hogy te azt mondod, hogy oké, a Season Alpha Pass az 0,2 éter, akkor veszek abból mondjuk 5 darabot, és akkor van 150 tiketem. 150 tikettel se gondolom azt, hogy akkora esélyed lenne nyerni egy ilyen Season Pass-t, hogy most befektessél egy étert csak azért, hogy részt vehessél ezen a sorsoláson. Tehát itt tényleg, hogyha inkább befektetni szeretnél, akkor saját telket tudok ajánlani, vagy NFT-ket, avatárokat, eszközöket, de a legegyszerűbb, hogyha stake-eltek az oldalon. És hogyan kell stake-elni? Itt a profilotokra rámentek, és staking.
és akkor ezen az oldalon fogtok kikötni. Itt láthatjátok, hogy van egy liquidity pool is, ami a Polygon hálózaton lévő Sand tokent és a Matic, ugye a Polygon Matic tokent liquidity poolba, ugye tudjuk, hogy mindig ugyanannyi értékű tokeneket kell beleadni, és erre kapjuk Sandbe ezt a nagyon szép APR-t, ami jelenleg kicsit 50% alatt van, és itt láthatjátok, hogy itt van nekem bent kb. $1000-nyi liquidity pool token, és ezzel már kerestem kb. $50, és ugye az a szép, hogy a Polygon hálózaton ez claimelni, berakni, váltogatni, ugye Ethereum hálózaton ez brutális, de Polygon hálózaton nagyon-nagyon-nagyon olcsó. Ha csak szimplán Sand tokent szeretnétek stakelni, akkor ezt itt fönt meg tudjátok tenni. A jelenlegi APR az 35,37%, szerintem az is egy nagyon-nagyon szép hozam, főleg, hogy egy Sand tokenről van szó, tehát nem csak valami szimpla shitcoin, amiben bíztok, hogy majd 10x-et menni fog, hanem tényleg, hogyha az egész metaverzum, egész gaming NFT fellendül, akkor itt nem csak az árfolyam nyereséget viszitek el, hanem még kerestek rá 35%-ot is évente. Hogyha először vagytok Polygon hálózaton, kétfajta módon tudtok itt részt venni. Ha először jártok így Polygon hálózaton, akkor kétfajta módon tudtok erre átállni, ugye miután itt beállítottátok, hogy Polygon hálózaton szeretnétek dolgokat csinálni. Vagy át bridge-elitek, vagyis Ethereum hálózatról például, ha van Sand tokenetek, akkor azt át tudjátok vinni Polygon hálózatra, vagy már Polygon hálózatra tudtok például Matic tokent küldeni, és ugye Polygon hálózaton, úgy mint a többi hálózaton is, vannak saját DEX-ek, vagyis úgynevezett Decentral Exchange-ek, ahol ugye át tudod váltani a Matic coinodat Sand coinhoz, és itt ezt is kényelmesen meg tudjátok tenni, deposit, add liquidity, és tovább lesztek küldve a QuickSwap-nak a Polygon hálózatnak az Uniswap-ja, és itt tudtok Matic tokent Sand tokenre váltani. Ha már ugye van például Ethereum hálózaton Sand tokenetek, akkor itt van egy olyan lehetőség alul jobb oldalt, hogy Bridge Sand. És ha ezt itt végig csináljátok, jelzem előre, mert velem megtörtént, ne ijedjetek meg. Ez olyan, hogy beküldítek az Ethereum-on lévő Sand tokenjeiteket, és eltelik egy 5 perc, 10 perc, 20 perc, eltűnik a coinjaid, és hirtelen megjelenik a Polygon hálózaton. Tehát ne ijedjetek meg, el fog tűnni minden, de előbb-utóbb ez elő fog kerülni. A Polygon hálózat ugyan nagyon-nagyon olcsó, viszont egy kicsit lassabb is, úgyhogy legyetek türelemmel ezzel az átváltásokkal és bridge-ekkel. Kicsit hosszabb lett most ez a videó, mint gondoltam, de szeretem elmagyarázni azt, amit csinálok, és miért csinálom, hogy ti is nagyon jól megértsétek. Lehet persze úgy is projektekbe belevágni, hogy jó, befektetek valami kicsit, aztán lesz, ami lesz, de szerintem fontos olyan projekteket is megnézni, mert nagyon-nagyon jó lehetőségek vannak, amikbe érdemes jobban beleásni magad, érdemes kicsit jobban megérteni. Ez a Sandbox is véleményem szerint egy ilyen projekt. Nagyon sok NFT amúgy próbál ide bejönni. Említettem az elején, ugye Adidas is itt van, de elkezdtek már üzleti cégek is ide befektetni. PricewaterhouseCoopers, ugye ez egy ilyen adótanácsadói vagy cégtanácsadói audit cég, ami itt vett saját telket.
tudom, hogy az AXA Franciaország is vett itt telket, tehát ők azt tervezik, hogy a metaverzumban itt fognak majd üzletelni, és már eldöntötték, hogy a Sandboxon keresztül is fenntartják a lehetőséget, hogy itt is lehessen üzleteket csinálni. Nyilván a kriptovilágon belül mozgunk, itt minden nagyon rizikos, nagyon új, viszont a kriptovilágon belül szerintem ez az egyik olyan fajta projekt, amiről tényleg elmondhatni, hogy nagy potenciál van benne, és már nagy cégek is elkezdtek befektetni. Úgyhogy szerintem érdemes kicsit jobban beleásni magad ebbe, és érdemes időt eltölteni, utána járni. Itt egy azért 35%-os APR egy olyan tokenre, ami még innen akár 5-10x-et is csinálhat, azért szerintem elég komoly lehetőség, és ezért is szerettem volna kicsit jobban belemenni ebbe az egészbe. Úgyhogy szerintem csinálni fogok egy-két hét múlva is egy olyan videót, hogy milyen maga a játékélmény, mert szerintem az is fontos dolog egy ilyen projektnél. És hogyha szeretnétek, akkor írjátok meg kommentbe, hogy megemutassam, hogy kell egy MetaMaskot, Polygon hálózatot megcsinálni. Nem egy bonyolult dolog amúgy Polygont ide átküldeni és stake-elni. Ha szeretnétek egy külön videót, akkor írjátok meg kommentbe, és jövök is a videóval. Remélem tetszett nektek a videó, és hogyha bármi kérdésetek van, akkor írjátok meg kommentbe, megpróbálok gyorsan reagálni. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!